Négyféle képzést tudunk kínálni. Az egyik az emelt szintű angol, illetve német nyelvi képzésünk. Emellett tovább folytatjuk a média tanulmányi terület tanítását, illetve új programként kínáljuk a Honvéd Kadét közismereti képzést. Általános iskolában is olyan helyre jártam, ahol a nemzetiség volt az első számú, és hogyha a német nemzetiséget választom, akkor a kultúrához is sokkal közelebb kerülünk, és nem csak a nyelvet beszéljük, hanem egyszerűen megismerkedünk egy új német stílussal, amit eddig még esetleg nem is ismerhettünk. Nagyon magas az óraszámunk, annak ellenére, hogy most úgy tűnik, hogy a továbbtanuláshoz nem kell szorosan véve a nyelvvizsga, de a jövőben, ha sok minden nem is biztos, hogy kelleni fog, de azt gondoljuk, hogy a nyelvtudás az mindenképpen hasznos. Tehát nagy hangsúlyt szeretnénk erre fektetni, hogy majd a munkavállaláskor, illetve a jövőbeli életükkor egy használható angolból, illetve németből, akár mind a két nyelvből használható tudás álljon rendelkezésükre. Azt gondoltuk, hogy a média tudományterületnek sok olyan ágazata van, ami mindenképpen versenyképes tudás és versenyképes ismeret lehet a gimnazistáinknak, és nem is feltétlenül az a célja a média tudományterületnek nálunk, hogy itt kész média szakemberek menjenek majd ki, hanem elsősorban inkább az, hogy szélesíteni a gyerekek látókörét ezzel a területtel kapcsolatban, illetve valójában tényleg az is, hogy az ő kis személyiségük úgy tudjon formálódni, hogy egy biztosabb önérvényesítés, egy jobb információszűrés birtokába kerülhessenek. Ez egy eléggé fejlődő dolog még, és úgy gondolom, hogyha minden jobban tanulmányozzuk, annál jobban tudjuk fejleszteni ezt a fajta tudásunkat. Vannak terveim vele, például a közösségi médiában, a YouTube-on, Instagramon, TikTokon, ilyen helyeken tartalmakat tudnék gyártani a közönségnek. Honvédelmi alapismeretek elnevezésű tantárgyat fognak a diákok tanulni heti 1-2 órában. Ennek a képzésnek a célja az, hogy felhívja a figyelmet a honvédelem fontosságára, a hazaszeretet fontosságára, és hogy hozzájáruljunk ezzel a képzéssel a felelős állampolgárokká való neveléshez. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez nem toborzás, hanem ez kifejezetten a honvédelemről szól, a honvédelmi feladatokról, és emellett olyan számos mindennapi életben is hasznosítható tudást sajátíthatnak el a diákok, amelyeket tényleg tudnak kamatoztatni, például elsősegélynyújtás, táborozási és tájékozódási ismeretek, és különleges szabadidős programok előtt nyílnak meg a kapuk.